Sziasztok, én Dave vagyok, ez pedig egy újabb Pokémon Go-s videó. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, mert szent este van. A Niantic sem hagy minket karácsonyi ajándék nélkül, csak nem ma kapjuk, hanem holnap. 25-től egészen január 30-ig több esély van arra, hogy a tojásból baby Pokémont keltetünk a generáció második részéből, illetve arra is több esély van, hogy egy cuki Togepit keltsünk ki. Igen, ő már itt van az asztalon. Mert érkezik a Gen 2, remélem ti is várjátok már Totodile-t és a társait, mi már nagyon. Valamint egy olyan bejelentéssel is készülök nektek, hogyha gondoljátok és feliratkoztok a csatornámra, akkor olyan Pokémon Go-s videókat is készítek, ahol kamera is lesz nálam, és kinti vadászatok, gymezések is felvételre kerülhetnek. Ez az én ajándékom lenne felétek, kedves társaim, Team Instinct. Valamint a Niantic még azzal is készült, hogy nem ér véget a karácsony és az ünnepek 30-án, hanem átcsúszunk 2017-re, és egészen január 8-áig, a névnapomtól, december 30-ától aktívan jelenik meg az első három kezdő Pokémon, Bulbasaur, Charmander és Squirtle, valamint a kifejlett formái is, érdemes lesz az utcákat róni, valamint sokkal több esély van még mindig sapkás Pikachu-t gyűjteni 30-áig. Már nekem összegyűlt egy Raichu-ra való, de sajnos nem kapott jó statot meg támadást. Nektek hány sapkás Pikachu-tok van, illetve hány baby Pokémon keltettetek? Nekem eddig egy Iglybuff lett körülbelül 20 tojásból, ami nem jó arány, de ez van, lesz még sokkal jobb is. További kellemes időtöltést és boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! Sziasztok!